Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kondoros Város Önkormányzata és a Dérci Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Az 1956. október 23-án kirobbant forradalom és szabadságharc 67. évfordulóján hőseinkre emlékezünk. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Ribárszky Pétert, Kondoros Város polgármesterét, Arany Gábort, a Római Katolikus Egyházközség plébánosát, tisztelettel köszöntöm Kozsuk Kornélt, Kondorosváros alpolgármesterét, dr. Szebegyinszky Attillát, a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, Szebegyinszky Pálnét, a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, az intézmények, egyesületek vezetőit és minden kedves megjelentet. Kérem Önöket, énekeljük el közösen a himnuszt. Zasló ránt novemberben, novemberben szürkék az utcák, novemberben szürkék az emberek, novemberben Budán és Pesten nevetni nem lehet, novemberben a farkas réten halottak napi mise csend fogad, novemberben fehér virággal fedik a sírokat, novemberben égnek a gyertyák, kicsinyek, teltek, víznák és nagyok, novemberben földig hajolnak a sötét kalapok, novemberben géppuskák szóltak, tankok tapostak, a föld remegett, novemberben gyilkoltak, öltek, november temetett, novemberben itásküt szektek, gyaláztak törvényt, tiportak jogot, novemberben vörösvérrel a mágia lobogott, novemberben erőszak vágott, gumibot tépett, börtön kacagott, novemberben a homlokunkra égettek csillagot, novemberben sírnak az utcák, novemberben sírnak az emberek, novemberben könnyek köszöntik az elesetteket, novemberben csend van és béke, fejfa, virág és kereszt, novemberben az álmodó rög itt tart és nem ereszt, novemberben öklök szorulnak és fábizseregnek a tenyerek, novemberben gyilkoltak, öltek, november temetett. Most pedig felkérem Ribárszky Pétert, Kondorosváros polgármesterét, hogy tartsa meg megemlékező beszédét. Tisztelt emlékező kondorosiak, kedves megjelentek, hölgyeim és uraim, kedves gyerekek! Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Szólít meg bennünket Széchenyi István. E gondolat jegyében nagy tisztelettel köszöntöm Kondorosváros emlékező közösségét az 1956-os forradalom 67. évfordulóján. Nemzeti ünnepeink, történelmi sorsfordulóink többsége, valljuk be, több tanulságot, mint diadalt jelent, sokat próbált, sok vihart megélt hazánk,
hazánknak, s benne nekünk is. Meg is állunk évről évre, hogy mint hálás utókor fejet hajtsunk nagyjaink emléke előtt. Hagyománnyá vált emléknapjainkhoz, azonban mégis méltatlan volna, ha csupán az emlékezés színtereiként tekintenénk reájuk. Azok az egész nemzetet meghatározó eszmék, azok a tetre serkentő indulatok, amelyek elődeinket arra sarkalták, hogy saját kezükbe vegyék sorsukat, ennél jóval többet érdemelnek. Talán nem túlzok, ha azt mondom, a társadalom igényei, fennmaradásának, egészséges működésének feltételei nem sokat változtak az emberiség történelme során. Vannak szerencsésebbnek mondható nemzetek, akiknek ezekért a feltételekért jóval ritkábban kellett síkra szállniuk, és vannak olyanok, főleg itt, Kelet-Közép-Európában, akiknek történelmét éppen ez formálta. Harc és küzdelem az önálló államiságért, sőt, egyenesen a puszta létért. Szemben állva, sőt, inkább szemben élve az árral. Közéjük tartozunk, mi magyarok is. Ezen folyamatos küzdelmünk egyik kiemelkedő, a világ történelemre is nagy hatás gyakorló állomása volt a sztálini diktatúra elleni küzdelmünk 1956 magyar forradalma. A forradalom gyorsan jövő megrázó társadalmi jelenség, amely teljesen átalakítja a társadalmi és politikai intézményrendszert, vagy komoly kulturális gazdasági áttörést hoz. Így hangzik a rövid magyarázat. A II. Világháború poklát a kommunizmus pokla váltotta föl hazánkban 1945 után. A felszabadítóként ünnepelt szovjet csapatok nyomása alatt soha nem látott diktatúra bontakozott ki, felszámolva a demokratikus pártokat, menekülésre kényszerítve a művészeti és tudományos élet színe javát, és néma rettegésbe taszítva a magyar nemzet millióit. 1956-ra az elnyomás terhe elviselhetetlenné vált, és hazánk szembefordult a szovjet rém uralommal és annak hazai bérenceivel. Népünk 20. századi történelmének legnagyobb forradalma a budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetéssel kezdődött. 1956. október 23-án és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én. Ez a forradalom a mi forradalmunk. A történelemkönyvek tényszerű megállapítása szerint elbukott, hiszen vérbe folytották. A szovjet tankok és később az AVH precízen dolgozó állománya. Pedig tisztelt gondorosiak, bukott forradalom mint olyan nem létezik. Nem létezik, mert a forradalom természetében csak egy befejezés rejlik, és az pedig a győzelem. Ameddig ez nem következik be, addig egy nemzet önbecsülése, igényei és valós állapota között szemmel látható, lélekkel tapintható, vagy kézzel fogható különbség mutatkozik, addig a kirobbant forradalmat élőnek kell tekintenünk. Nincs még egy állam a világon, amely ezt fényesebben tárhatná a nagyvilág elé, mint a magyar. Rákóczi kurucai, 48 honvédei, Trianon fájdalmában összekapaszkodó magyarsága után 56 hősei voltak azok, akiknek torkából ugyanaz a szó szállt a világ elé. Elég volt. És mennyi minden van ebben a kis szóban, tisztelt hölgyeim és uraim, amely véget és új kezdetet egyaránt hordoz, amelyből épp úgy süvölthet dac és erő, mint fájdalom és kétségbeesés. Hányszor mondtuk már ki életünk során ezt, mint egyfajta örökséget, amely hányattatott sorsú nemzetünk európai történelmének talán legkegyetlenebb, de egyben leglényegre törőbb eszenciája. Elég. Ezért nem állhatunk most sem itt némán, és sehol a világban ma október 23-án, hiszen még tart ez a harc, és még nem ért véget. 56 üzenete élő valóság, örök útra való valamennyiünk számára. A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott adatok szerint 2652 magyar
és 720 szovjet állampolgár esett el. A forradalom következményeként körülbelül 250 000 magyar hagyta el az országot nyugatra menekülve. 1957. januártól a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte. A forradalom a kommunista ideológia óriási erkölcsi hitelvesztését és befolyásának visszafordíthatatlan meggyengülését is eredményezte az egész világon. 1956 után nem lehetett többé nem tudomásul venni, hogy a Szovjetunióban és a fenntarthatósága alatt álló országokban fennálló rendszerek valójában népellenes, korrupt és életképtelen totalitárius diktatúrák. A magyar forradalomnak ez a nemzetközi hatása végső soron a Szovjetunió és az egész keleti blokk válságát és bukását okozta. Kedves diákok, kedves fiatalok! Amilyen fiatalként álltok most itt sokan, olyan fiatalon álltak be egykor ezrek a magyar szabadság zászlaja alá. Gyermekként 13-14 évesen ragadtak fegyvert, kötöztek sebet, és adták életüket a vérbe borult pesti utcákon. Ezek a fiatalok százával kerültek aztán a megtorlás börtöneibe, és bizony ott kellett kivárniuk, amíg 18 évesen felakasztották őket. Mi lenne ez más, mint világos üzenet és útra való, amelyet azonban, mintha már nem hallanánk olyan tisztán. Pedig sokan közöttünk vannak még azok, akik gyermekként fegyverrel a kézben néztek farkas szemet a könyörtelen ellenséggel, így üzenve a diktatúrának, de a jövendőnek is. Igen, üzenet ez és útra való, de ezt ma sokan félreértik, vagy talán meg sem hallják. Egészen más útravalóval indul a mai fiatalság egy része, sőt sajnos növekvő hányada, és nem is feltétlenül a jó irányba. A jóléti társadalom, a hamisan belénk nevelt, ugyancsak gyenge lábakon álló biztonságérzet, amely most a déli határainknál jelentkező fokozódó illegális migráció és a világban dúló háborúk miatt most megremegni látszik, elnyomja a nemzetért való felelősség mindennél fontosabb érzését. Srákóczi brigadérosainak leszármazottai, Bem honvédeinek szép unokái, vagy akár 56 harcosainak gyermekei, unokái elhagyják az országot, amelyről oly sokszor elmondták, unokáinktól kaptuk kölcsön. Pedig a küzdelem javában áll. S noha a mai kor ellenségét a szomszédunkban dúló öldöklő háború miatt kialakult, vagy sok esetben mesterséges manipulációkkal gerjesztett gazdasági válságot nem fogja a golyó, minden munkás kézre szükség van, mégpedig itthon. Csak így teremthetünk olyan Magyarországot, amely méltó 56 örökségéhez. Ma 2023-ban különösen nagy jelentősége van ennek az örökségnek. Talán soha nem volt ennyire időszerű a gondolat. A magyar forradalom lángja soha nem hunyt ki. És ma ezt a lángot mindennél magasabbra kell emelnünk. És magasra is emeljük, tisztelt emlékezők. Hiszen a világban sajnos sorra pattannak ki kisebb-nagyobb háborúk és fegyveres konfliktusok. Ezek a háborúk azonban már nem csak egy tőlünk több ezer kilométerre lévő távoli ország problémái, hanem a közvetlen szomszédunká harcban sok ezer magyar honfitársunkkal a harctéren. A munka elkezdődött, az út, amire léptünk nem könnyű, de adjon erőt, adjon hitet a tudat. A magyar függetlenség és felemelkedés ezen útja 1956. október 23-án nyittatott meg. Az akkori generációtól a kegyetlen történelem megtagadta, hogy végig is érhessen rajta. Tartozunk hát nekik, 56 hőseinek, de önmagunknak is azzal, hogy teljes hittel és tudásunk legjavával harcoljuk tovább harcunkat, s vívjuk meg a 21. század magyar forradalmát a hamis ideológiákkal, vagy épp a ránk kényszerített brüsszeli szankciókkal szemben. Engedjék meg, hogy gondolataimat végezetül Mindszenty József ide kívánkozó szavaival zárjam. Ezért nincs helye a csüggedésnek. A mi szívünk megremeghet a nehéztől, az ismeretlentől, a lehetetlennek látszótól,
Isten azonban az egyének és nemzetek jövőjét sokszor a lehetetlennek látszó holnapba rejtette el. Nekünk kell neki látnunk, hogy azt előhozzuk. A megmaradt kevésből újra kell építenünk a hazát. Ez a dolgunk ezen a világon. Ettől megszabadulni nem tudunk, csak elbújni előle. Isten áldja 1956 hőseinek emlékét, tisztelet a hősöknek, tisztelet a bátraknak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, polgármester úr! Kedves vendégeink! Az 1956. évi eseményekre felfigyelt a világ. Sokan ismerik a történetet, miszerint a világ egyik legnagyobb előadó művésze Elvis Presley 1957. januárjában kiállt a magyar forradalom és szabadságharc mellett. Kérem, hallgassák meg a Peace in the Valley, azaz a Béka a völgyben című dalát, melyet a Petőfi István Általános Iskola kamara kórusa ad elő, zongorán közreműködik Vári Ferenc tanár úr. Most pedig Ronyec Vanda következik, aki Tamási Lajos Piros a vér a Pesti utcán című versét fogja elszavalni. Tamási Lajos, piros a vér a Pesti utcán. Megyünk, valami láthatatlan áramlás szívünket befutja, akadozva számég az ének, de már miénk a Pesti utca. Nincs már teendő, ez maradt, csak ez maradt már menedékül, valami szálló ragyogás kél, valami szent lobogás készül. Zászlóink föl ujjongva csapnak, kiborulnak a széles útra, sejem színei kidagadnak, ismét miénk a Pesti utca. Ismét miénk a bátor ének, parancsolatlan, tiszta szívvel, s a fegyverek szemünkbe néznek, kire lövetsz, belügyminiszter. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére ez. Piros a vér a Pesti utcán, belügyminiszter, kire lövetsz? Kire lövettek összebújva ti megbukott miniszterek? Sem az AVH, sem a tankok titeket meg nem mentenek. S a nép nevében, aki fegyvert vertél szívünkre, merre futsz? Véres volt a kezed már régen, Gerővernő, csak ölni tudsz. Piros a vér a Pesti utcán, eső esik és elveri, mossa a vért, de megmaradnak a Pesti utca kövein. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vére folyt, a háromszín lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. A háromszín lobogók mellé
tegyetek 3 esküvést, sírásból egynek tiszta könnyét, s a zsarnokság gyűlöletét. S a fogadalmat, te kicsi ország, el ne felejtse, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy a Pesti utcán folyt a vér. Köszönjük szépen! Kérem, fogadják szeretettel a Csabai Színi Stúdió növendékeinek előadását. S látom a szép eget, fölöttünk fényleni, békesség fellegét rajtunk lengedezni. A bús harangok is néma hangon szólnak, mikor indulni kell szegény katonának. Felkötöm a kardot apámért, anyámért, megforgatom én a szép magyar hazámért. 3 hív színzászlók fölöttünk lobognak, s alatta a nemzet könnyesen zokognak. Te napköziben nevelkedett apró kamasz, te, akinek élete mindössze vagy 15 sivár tavasz, te, akiben már az ABC-vel tömték az ideológiát, a szovjet tankok vad tüzében zengted a szabadság dalát. A tankok acélzáporába sem remegett gyenge kezed. Bátran markoltad meg a géppisztolyt, és szórtad rájuk a tüzet. Kicsiny szíved tán összerezzent, de lábad bátran szaladt. Kezedből nyugodt, biztos ívben repült a benzines palack. Te pesti srác, te hősök hőse, ontott a drága véredet, s a kivívott szent szabadságban megkaptad érte béredet. Te kicsiny bajtárs, esküszünk, hogy megvédjük azt a drága vért, mert nem lehet, hogy kicsiny szíved hiába ontott annyi vért. Te pesti srác, te napköziben nevelkedett apró kamasz, te, akinek élete mindössze vagy 15 sivár tavasz, téged, ki azt a drága éltet hazádért úgy adtad oda, amíg magyar él a földön, nem felejtünk el, soha. Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék, minden évben 4-szer virágba borulnék, nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ha én kapu volnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárkit beengednék, nem kérdezném tőle, hát téged kiküldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljött. Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék.
megértő szemekkel átnéznének rajtam, akkor lennék boldog, ha mindent megmutattam. Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, minden áldott teste fényben megfürödnék, és ha egyszer rajtam lánckerék taposna, alattam a föld is sírva beomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék, mindenféle szélnek haragosa volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek. Ó, bújdosó magyar, tekints fel az égre, nézd meg, mi fehérlik nyugatról keletre, s kérd meg a felhőktől, mitől keletkezik magyarok hazája, honnan eredezik. Üdv néked, ifjúság! Hey! Üdvözd légy, magyar nép! Hey! Ki lángban és vérben születtél meg újra, három nagy éjszakán vad ágyú dörgésben. Hey! Mely nép írta fel mostanában nevét így, hogy aranyat adott kezébe Isten újja? A magyarok! S mely nép beszélt az önmaga nevében, mint angyal, ki a harsonáját fújja? Mi voltunk! Bús igájának fájára írja hát, s mint annyiszor a megsárgult ezer évben, vérrel és vassal taníts a zsarnokát! A magyar verve van, meg van ostromolva, fején tündöklik a tövis koszorúja. Elég volt az iga, elég volt a járom, a magyar legárvább ezen a világon. Elég volt az iga, elég volt a járom, a magyar legárvább ezen a világon. Mondják, a himnuszt énekelték, úgy indultak a puskatűznek. S a könygáz, meg a tűzzel telt ég sem riasztotta vissza őket. Jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkat, ha régen tér, hozz rá
Csorgott a könnyük. Talán sírtak. Csorgott a vérük. Belehaltak. Diákok voltak. S ők csinálták a dicsőséges forradalmat. Köszönjük szépen! A következő percekben Arany Gábor plébános úr imádkozik az elesettekért. Örökké jóságos és ember szerető Istenünk, te védelmezd és tartsd meg sebzett nemzetünk. Hol hosszú századokon át szent hősök vére hult, hadd szálljon lezárt sírba a félelmes és fájdalmas múlt. Akik e honban egy új élet magasztos harcát vívták, értük zeng a mai napon hozzád szálló alázatos imánk. Érted és értünk, küzdöttek az igazságért és szabadságért, egy szebb, szeretőbb, testvériesebb és boldogabb világért. Mit vágyva vágytak és küzdve reméltek, el mégsem érték, legyen övék itt a földi tisztelet és odafent a dicsőséges ég. Új idők jönnek,
újabb kora a nemes hősöknek, kik bajbívói, kóros közönynek és idegen eszméknek. Tépet, sokat szenvedett hazánk ismét ostrom alatt áll, a külső és belső ellenség gyenge pontot keres és talál. E nagy csatában forjon ezért egybe a magyar szív és lélek, áldott bölcsességgel diadalmaskodjék az egyénin a közös érdek, hol az emberi gyengeség és gyallóság már hatalmas urrá lett, induljon ki ismét belőled minden építő gondolat, szándék és tett. Örökké jóságos és emberszerető Istenünk, te védelmezd és tartsd meg sebzett nemzetünk. Amen. Ölej, ölej hár, hűszínű hang, mint jó fiat kit ölelsz alatt. Az 1956-os események számos áldozatot követeltek, köztük volt Leonyec András is, akit korábban fegyverrejtegetésért ítéltek bányamunkára. Később, 1956. október 26-án bányásztársaival indult fel Budapestre, hogy csatlakozzon a felkeléshez, végül fogságba került. 1957. november 29-én több raptársával együtt kivégezték. A posztumusz vitézé avatott Leonyec András emléktáblája előtt Kondorosváros önkormányzata nevében Ribárszky Péter polgármester és Szebegyinszky Attila jegyző helyez el koszorút. Kondorosváros szlovák önkormányzata, valamint a szlovák klub nevében Bertókné Kohút Emília és Jankovics Mihály né koszorúval emlékezik. Hol az arc, hol a kéz, akiért, s csak azért, hol a tér, ahol a fény, hozzád még elér, kell, te legyél, ki nap lesz. A Délci Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház nevében Petrovszky Rigler Ivett intézményvezető és Aranytó Anita intézményvezető helyettes emlékeznek. Fehér Liliom Névfőiskola nevében Demcsákné Nagy Katalin helyez el mécsest. A Kondorosi Petőfi István általános iskola és kollégium nevében Sütyinszky Zoltán igazgató úr, valamint Ronyec Vanda tanuló helyez el koszorút. Kondorosi Többsincs óvoda és bölcsőde nevében Holcsák István intézményvezető, Kalmár Opavszky Anita intézményvezető helyettes és Szebegyinszky Csilla bölcsőde vezető helyez el koszorút. A
Fidesz Magyar Polgári Szövetség helyi szervezete nevében Kozsuk Kornél és Ribárszki Péter helyez el koszorút. Az Együtt az Egészségért Egyesület nevében Gedai Néladnyik Judit és Gyöngyösi Pálné helyeznek el koszorút. Ha van leánya, lenne örök álma, örökre megmaradna, széjjel nem hullana, mintha lenne Isten, tenyerébe venné, óvná széltől, bajtól, soha le nem tenné. A Piszkos Motorosok Egyesülete nevében Alberti Dánián elnök és Vidovenye Crita emlékeznek. Nőne, mintha csoda lenne, egy világ teremtődne, mintha volna Isten, egybeforva hitben, testi vágyak nélkül, mint angyalok az égben. A Kondorosi Gyöngyök Tánccsoport nevében Juhosné Lapotinszki Tünde, Krajcsovic Mihályné, Laszkácsné Krizsán Mári és Rosszik Gáborné emlékeznek. Akkor el ne ereszd, hogyha lennék égben, csillag feketében, vagy ha lennék pokol, lelkem felbújdokol. S hogyha elmúlok, és nem leszek már semmi, akkor fogsz majd engem emlékbe temetni. Testem sejti... A Kondorosi Zenészek Közössége nevében Varga Mihály helyez el Mécsest. Ragyogjon örökké az egész világnak. Tisztelt megjelentek! Megemlékezésünk zárásaként hallgassuk meg közösen a szózatot.